A Yaris is japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Biztos emlékeztek, volt egy videónk Visontán Magyar Tomival, meg a C600-zal, ahol driftelgettünk, meg bemutattuk mind a két autót. Ezt valamilyen copyright claim miatt a YouTube letörölte. Azóta elég sokan írtatok kommentet is, meg Instán is kaptam üzeneteket, hogy az a videó hol van, hova tűnt, nem találom sehol. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezt most újra töltjük, újra vizsgáltattuk a YouTube-bal, nem találtak semmit, de nem tudjuk újra élővé tenni, hanem újra fel kell tölteni. Úgyhogy ezt most azért mondom el, mert nyilván aki már látta és úgymond nem érdekli még egyszer, az csak számítson erre, hogy ezt a videót már láthatta, viszont akik kérték, azoknak pedig most itt van, úgyhogy ennyi. Eljöttünk újra a Black Star Speedway-re egy kicsit autózni, és elhoztuk a C600-at, amit nagyon régen nem vettünk már elő, csak ANTS-re használtuk kb. Most pedig eljöttünk csak egy kicsit kötetlenül autózni vele, nincsen semmilyen terv a mai napra, csak az, hogy autózunk. Úgyhogy kicsit teszteljük a C-t. Nem hoztunk túl sok gumit rá, de azokat biztosan ellőjük. Illetve elhoztuk a játszós 202-t is, amivel azért nem álltunk még le a trailerről, mert itt most kiderült, hogy az AC-nál folyik a benzin. Úgyhogy azt még megpróbáljuk itt gyorsan orvosolni, nincs nálunk másik AC, de valami közeli üzletből próbálunk szerezni, úgyhogy ezek itt a rövid tervek. Illetve eljött velünk Magyar Tomi is, aki a bokorból előhúzta a régi dízel versenyautóját, ő ugye most már egy új építéssel megy, egy M104-gyel, de ő annó arról lett ismert, hogy dízel Mercivel driftelt Magyarországon ugye teljesen egyedülállóként. Mi a terv most? Talán kezdésnek fölmenjünk a C600-zal, mert az működik. Kicsit autózunk vele, aztán szerintem pár szóban be fogom majd nektek mutatni, mert amióta utoljára volt a C600-zal normális videó, azóta szerintem már elég sok új feliratkozó van a csatornán, így a kommentek alapján is, úgyhogy most az újaknak is pár szóban be fogjuk mutatni, hogy igazából mi ez az autó, mert egy elég érdekes darab. Mielőtt felmegyünk a pályára, megnézzünk egy kárvertikál jelentést egy E-osztályról. Ami tekerve is volt, illetve sérült is volt. Nézzük a sérülést első körben. 2012-ben 200 és 600 000 forint közt volt valamilyen sérülés az autón, nincsen meghatározva, hogy pontosan mi. Úgyhogy ugorjunk át a kilométer számlálóra, ahol viszont egy komolyabb tekerés van. 301-ről lett 166 000-re visszatekerve 2018-ból 19-re. Rápillantunk még a képekre, ezek 19-es képek, tehát valószínűleg itt jött az országba, és ez lehetett itt az első vizsga. Úgyhogy tipikusan, amikor hazajött az országba, akkor tekerték vissza még az első vizsga előtt. Így van. 19-ben jött Magyarországra a kocsi. Hogyha szeretnétek lekérdezni autótokat, akkor az Oliver Amon kuponkóddal 20% kedvezményt kaptok. Ha pedig nem jött be a szolgáltatás, akkor visszakapjátok a pénzt. Thank you.
Sziasztok! Pár szóban azoknak, akik egyáltalán nem ismerik ezt az autót. Ez egy 202-es C, egyébként pont ugyanolyan kaszni, mint az. Egy angol autó volt, én ezzel még jártam gimnáziumba, angol rendszámmal, jobbkormányosan 250D volt. És akkor mi ebbe beletettünk egy V12-t, kicsit hátrébb, mint a gyári motorhelye lenne, úgyhogy vágva van a tűzfal, ezért sokkal hátrébb került a vezető ülés is. Na mindegy, ezt használtuk sokáig szívóba, úgy 443 lóerőt tudott, aztán ez kevés lett, és akkor kapott egy turbót, de mivel a motortér az már így is brutálisan meg volt tömve, ezért nem fért el, meg hát itt, hogyha majd berakunk váóképet, a leömlő mellett, nem tudom, talán nagyon-nagyon neccesen ki lehetne sakkozni, de hogy értelmetlen, hogy oda elhelyezzünk egy-egy turbót, úgyhogy a leglogikusabb megoldásnak az tűnt, hogy hátul az ülés, a vezető ülés mögött kapott egy óriás kamionturbót, föntről kapja a levegőt, tehát itt ez a nagy cső, amit láttok, ez itt a szívó oldal, aztán innen a töltött levegő az bemegy egy vizes kúlerbe, ami itt van a hátsó ülés soron, és a vizes kúlerből pedig már a töltött levegő az megy előre ezeken a nagy csöveken, vagyis hogy egy cső, ami Y-ba szétmegy, hoppá, amire azt szokták hinni sokan, hogy itt az a kibufogó rendszer, de nem, ez nem az. Ebben úgymond a hideg levegő megy, az a cső igazából talán a leghidegebb pontja itt az egész beltérnek, mert ez a V12 olyan elképesztő hőt termel, hogy amikor nyáron még versenyeztem, akkor volt olyan, hogy a gázpedált nem tudtam, mondjuk nem tudtam rajta tartani sokáig a lábamat, amikor csak pihentettem, mert annyira átforrósodott, illetve a kéziféket meg a váltókart sem lehet kesztyű nélkül megfogni, mert szó szerint azonnal odasül a bőröd. Úgyhogy nyilván ez egy olyan probléma, amivel lehetett volna foglalkozni, de mivel ez az autó már eleve nem is indulhatna versenyeken, mert vágva van a tűzfal, ami szabályellenes, ezért már nem is foglalkoztunk vele. Ez így megmarad ilyennek, amilyen. Néha használjuk, a AMTS-en meg egyéb bemutatókon szoktuk rendszeresen elővenni, mert azóta is egy közönségkedvenc, hát nem sok másik V12 van itt az országban, meg úgy igazából világszinten sem. Ez pedig itt a csomagtér, ahol van egy pár érdekesség. Ez egy pici Honda hűtő, ez a vizes coolernek a hőcserélője, tehát ez itt még pluszban hűti ugye a coolerben a vizet. Ez egy homológ tank, ami akkor érdekes volt, most már nem számít, hogy homológ. Van még, ja igen, akkor kezdem inkább az üzemanyagrendszerrel. Van egy puffertartály, amibe ez a pici AC átpumpálja az üzemanyagot, és ugye ez azért van, hogyha driftelünk, és jobbról-balra löttyen az üzemanyag, akkor sohasem tud falsot szívni, mert ez a kis henger, ez úgy tartja magában, hogy abban gyakorlatilag mindig van üzemanyag. És innen megyünk két nagyobb teljesítményű AC-val, ezek amúgy gyári Porsche AC-k előre, azelőtt van még két üzemanyagszűrő, és akkor így megy a motorhoz az üzemanyag, és visszafele pedig bemegy ebbe a kis üzemanyag hűtőbe, ez a visszaág, és ebből a hűtőből pedig visszafolyik ebbe a puffertartályba. Úgyhogy röviden ennyi, hajtásláncról, ja egyébként a motorbelső az teljesen gyári, tehát ez úgy, ahogy van. Ez már egy bontott motor, mert ki lett benne cserélve minden tömítés, meg ilyesmi, de egyébként nagyon sokat mentünk full gyári motorokkal, olyan motorokkal, amik előtte már mentek 20 évet, és utána mi azt még megfújtuk, 0,5 bárral megy egyébként, és így tudott ez akkor, amikor utoljára mértük, 650 lóerőt és 930 Nm-t, 0,5 báron, ami egy nagyon-nagyon alacsony nyomás. Úgyhogy korlátlan a nyomaték. Ez a motor egyébként még sokkal többet bír nyomatékban. Már volt olyan KO projekt, ahol 1300 Nm tudott, és még ott sem volt semmi baj a motornak, de a hajtáslánc nem bírja. Jelen pillanatban egy Samsonas, azt hiszem 5 sebességen, 5-ös szekisváltó van benne, egy dupla tárcsás szinterrel. Onnantól tovább a diffi az gyári, Merci diffi. Azt hiszem bálnából való, le van heggesztve, és bálna féltengelyek vannak benne. Úgyhogy szerintem nagyjából így körbeírtam az autót. Nem ideális a súlya, kicsit nehezebb, mint kellene, illetve ornehéz is, annak ellenére, hogy hátrébb van hozva a motor, ez még továbbra is nagyon nagy súlya, amit az első tengelyen van, úgyhogy emiatt sem igazán ideális az autó profi driftelésre, de már a szabályok sem engednék meg, hogy menjünk vele, úgyhogy nem is szempont.
Aki nem ismerné, valószínűleg sokan nem ismerik konkrétan ezt az autót, a Taminak már mutattuk az új versenyautóját a csatornán, ami ezt váltotta le, ugye az M104-gyel, de ő ezzel kezdte a karrierjét, és ezt egy olyan 606 hajtja, mint ami Audinkat. Nem véletlen hozta Tomi abba is a motort. Ebben komolyabb adagoló van, ugye? Igen, mert ez többet olyan... forog. Hát nem csak az, ebben egy olyan adagoló van, amit ugye személyesen a dízelmeken csinált, és még az öreg, mert ő már nyugdíjba ment, és csinált belőle egy ilyen 10 darabos limitált szériát, amiből egyébként 11 darab van, mert nekem csinált plusz egy tartalékot, ugye, amire sose volt szükség, mert nem ment tönkre. Úgyhogy ebben egy 8 mm-es adagoló van, és azért limitált, mert ez egy super stroker, ami azt jelenti, hogy ennek az adagolónak a vesztengéjét ő elköszörült egyedileg. Tehát egyedileg gyártott vesztengely van benne, és ezért van az, hogy ennek az autónak teljesen más hangja van, mint a többi dízelnek. Tehát ez elforog 7000-ig, és hát úgymond ez, amit úgy szerettek nagyon, hogy ilyen szuprás hangja lett ott fönt. Igen, tehát igen. Eltűnt a füst minden, és ott fent nagyon tényleg, igen, nagyon diszkó hangja van. És ezen a felső tartalmányon, mert most az Audi olyan lett, hogy azért nem is tudom, ilyen 4000 tetteje után elkezd már szépen esni be. Ez meg elforog 7000-ig. Úgy emlékszem, hogy a görbe végig tartotta. Tehát ez is ilyen 3000-3500 körül indul meg, és ez végig kitartotta annó. Az jó. Hát ez figyelj, ezt akkor fogjuk tudni pontosan, elmegyünk, és szerintem egymásra tesszük majd a két görbét. És ez holszettel megy? Ez holszett. Aha, ez egy... Hát alapból egy HX35-öt vettünk alapnak, de már az egész nem az, mert körülbelül csak a meleg oldali ház maradt meg, és a meleg oldali házban egy Super 40 van beleesztergálva. A Super 40 az a Holsetnek egy ilyen motorsport szériája volt, és azon is van egy hibrid lapát, plusz hozzáesztergálva ugye a hideg oldali ház. Ez még nagyon, de ez szerintem nem is tudom, hogy hány éve, még annó a Kánai csinálta nekem, mikor, hát igazából erre gyártottunk csak turbókat, mert a benzinesre ugye készen megvett turbókat használunk. Igazából a motor ugyanúgy gyári, nincsen benne semmi, szeleprugó van benne csak, és ez még abban az időben úgy használtam a 606 motorokat, hogy direkt bontatlan legyen. Mert a szeleprugó az kell ahhoz, hogy ennyit tudjon forogni. Így van, csak az kell hozzá. Ha. Hát egyébként amúgy... azon kívül, szóval szeleprugon kívül full gyári jó M606 ez is. Így van, semmi nincs rajta. Még egy hajtókar, egy gyári csapágy, sose csapágyaztunk meg egyet se. Nyilván annyi, hogy ebben benne van az üzemóra, tehát ez egy évet elmegy így, és egy év után általában szeret kiszakadni a dugattyúval, csak szebb. Ez már elég hegyes így. Így van. Tehát, hogy az egyetlen hiba volt, amire úgy voltunk, lehetne tovább menni, mert akkor ez volt az a váltási pont, amikor váltottam benzinesre. Így van, tehát akkor kéne bele dugattyú meg hajtókar, akkor talán nem szakadnak ki, bírná a 7000-es fordulatot, és akkor jutottam arra a pontra, hogy váltsunk inkább, mert hogyha már ráköltök, ennek az volt a szépsége, hogy mit tudom én, egy motort megvettem a fa alól, átettem a sallangokat, és ment. Igen. És ha már építem, akkor úgy voltam, akkor csinálok egy benzines, mert ugye ez lehetett volna több, ez most mit itt a legvégén lehet 500 lóerő körül, vagy 550 körül. De az körül. Is kevés. Így van, ez már annyi kevés pénzért, a díszben. Amennyi lett volna ez. Így van, és akkor viszont a benzinesre ráköltöd ugyanezt az összeget, és az lett 650 VHP, tehát 7-800 lóerő. Ugyanezt az összeget, vagy szor 3? Ú, de szép csótány, úristen. Igen. Itt az állás meglátszik minden részén. Ezt konkrétan így vettük most elő. De egyébként azért tettem el, most eladni én nem láttam volna értelmét. Senki nem szóval... érte annyit meg. Igen, ez egy sok olyan emlék, meg... hogy ezeken így végigmentél, pont mint a C600, azt sem adnám el. Még akkor is, hogyha értelmes pénzt adnának érte, mert... Én ugyanezt gondolom. Ez egy olyan időszak, amit nem hozol vissza. Így van, illetve most így elő tudjuk venni, és amúgy azon gondolkoztam, hogy ugye van a C-mercink, amivel játszunk, ez meg pont a köztes, hogy akkor nem kell futómű, mert ki van kemény, itt van rajta egy szög, és lehet, hogy ezt is elhasználom edzős autónak. És akkor ez csak simán rá van heggesztve a gyári szívósorra. Így van, hát ez a volt a problémák, azért van itt bemerevítve. Szétnyílt? Persze. Ja, de hát itt óriás nyomáson mész. 3-2 elment csúcskorába. És ez itt bírja? Aha. Ez így nagyon sok versenyt elment, úgyhogy probléma nélkül. Ugye ez az oldalon volt a nehéz pont. Mert itt először kanyar volt, de ezt mindig lelőtte, mivel itt forróbb a levegő. Itt meghűti a cooler, itt már azért hidegebb, és nem olvad el a szilikon. Itt csak a nyomás kell elbírja, azt meg elbírja. Szép. Ez egy csodálatos autó. Ebben most CD váltó van? 6-os CD váltó, így van. Ez a legstabilabb pontja az autónak. 6-os CD. De tényleg amúgy, mert motort ugye évente mit én üzemórás volt, évente másfél évente cseréltünk. Ezek a váltók nagyon bírják nekem is. Az 530D váltó, a BMW váltó a C600-ban.
gond nélkül bírta évekig azt a 900 Nm-t, úgyhogy ez a kegyetlenek. És akkor a hajtáslánc további része, milyen dipi? Gyári Merci. Az nyilván, de miből ebből kétféle volt, kis meg nagyházas. De 190-es dipi? Igen, hát most 124 éppen, de az ugyanaz, mint a 192 TD nagyházas dipi. Milyen áttétel? 307, hazavált be a legjobban. Nekem is az van, és csak nekem bálna. És féltengely? Az ugyanúgy sima, gyári Merci. De akkor az a 190-es rész, hogy van, a hátulja a 190-es komplett. Így van, így van. És hát nem, ezek azért már megértek a váltásra, mert a legtöbb... a féltengely? De mindig szokott törni. Tehát így két-három versenyként az csere volt, és akkor ugye abból nincs más opció, csak az, hogy lementem a bontóba, és mindig túrtam egy pár szettet. Azt betettük, se erősített verzió, semmi nem létezik ebbe. Tehát emiatt ezek voltak azok, amik miatt váltani kellett kasznit is. Tehát, hogy akkor megcsináljuk, mert ugye az új autóban már szuprafutómű van, tehát az meg bírja. És az üzemanyagrendszer itt van egy általán ilyen? Ebben egy Bosch 044-es AC van. Hát, amúgy azt megnézhetjük, nyithatjuk a csomit, de az elég kezdetleges. Trabantank? Igen. Jó, az a legjobb. A C600-ban is az volt amúgy az elején. Igen, és valahol a kaszni alatt, ugye, annyit módosítottunk a Trabantankon. Hát nem tudom, be tudsz oda nézni, de itt a lésen te belátsz, nem tudom, kamerát. Van egy ilyen lefolyója? Van egy tölcsér, hogy ne lökjenjen el, így van. De egyébként ennél a dízelnél az se jelentett problémát, hogy ellibbent, mert ez fordítva működik, mint a benzinesek. Ez több üzemanyagot kap, akkor melegíti. Ha elszegényedik az üzemanyag, akkor tulajdonképpen ez hűl. Aha. Mondjuk az hozzáteszem, hogy ez az a Merci, ami nekem utcai rendszámos volt. Én tehát is. Egyébként tök sok hasonlóság, mert én is így kezdtem, most elmondtam, hogy a C600 hogy kezdődött. És hát kis túlzással az is rendszámos volt, én angol rendszámmal jártam, mert az egy jobbkormányos 250D volt. És szerette a sütőolajat is amúgy, állítólag. És azzal jártam gimibe. Ennyi, hát akkor? És hát ugye nem számított, hogy jobbkormányos, mert úgyis az egész tűzfal kikerült. Persze. A kukába. És akkor visszatettük a megfelelő oldalra. Nekem mondja, hogy magyar papíros volt, és ki kellett vonni a forgalomból, de rendőrségebe segíthet, úgyhogy... Nem is volt vele dolgot, fogadjunk. De tényleg elvették a forgalmat, és akkor döntöttem úgy, hogy ez akkor versenyautó lesz. És ahogy emlékszem, egyébként... volt ilyen rendőrségi leragasztás rajta, nem? Az már utána az volt. Az másik? Igen, az már utána volt. Az egy lefoglalták. Na, hát hogyha beférek, mármint, hogy beférsz, ez nekem így biztos. Elég nagy, akkor azért majd csak elrúgom neki, nem? Jó. Szerinted nem? De. Majd hozok ilyen kis párnácskát. Ilyen gyerekülést, ülésmagasítót, vagy valamit. Jó. Kíváncsi vagyok, hogy éled egyébként most, hogy nekem is van OM606 tapasztalatom. Hogy, de csak a hangból tudod megítélni, mert egyikben sincs fordulatszámmérő. Az elég. Úgyhogy abban milyen diffizet? Hát ugyanaz a váltó és 307, akkor ugyanaz amúgy. Aha, ez a beváltrecept. Ez így organikusan kialakult. Igen.
Befogyott a gumi. Teljesen. Nekem is ugyanott fogyott el. Tényleg? Ahol te kiestél, ott én is így átvállaltam, és mondom, ki fogok esni. Egyébként már mikor nagy kanyarba jöttünk, akkor éreztem, hogy mondom, szerintem a vége fele van. Hozzáértél a falhoz. Nem. Igen, itt, mögötted jöttem. Kétszer is amúgy. Igen, ez ennyire? Előtte már egyszer vissza kellett állítani, meg kibasztani, de elég. Igen? De jó volt. Jó, hát ez... Ez most jó volt, nagyon. Kicsit meghozza a kedvem. Ugye? Aha. Nagyon nekem is visszajött, így mentem vele pár között, és ez hiányzott, mondom, ezzel rég mentem. Ez jó. És azért más, mint amikor 202-vel megyünk, mert az dölöngél, meg ilyen buta, meg gyenge. Igen. És akkor följövünk ezzel, és kurva jó. Igen, csak itt pedig az, hogy most mentünk három körcse, nem? Nem mentünk három teljes kör, szerintem ez 2,5 kör volt. Igen. És akkor egy-egy szed veszlék kuka. Meg Tominak egy köre van, és a víz az már 100 fok alatt. Igen, de persze, de ez volt a gyenge pontja az autónak. Aha. Tehát, hogy amúgy driften három kanyarra kell beállítani. És akkor végig mint három kanyart, itt meg egy egész pályát végigfűzünk. Amúgy a felnit azt izé odaütöttem, nézd. Hova? Itt a patkához? Persze, mert ott annyira kicsúsztam, hogy nézd. Akkor átcsattantam úgy, de olyan bitok futóműve van ennek, hogy semmi. Azon gondolkoztam egy pillanatig, hogy jobb, mint egy Ferrari? Jobb. Mercedes. Attól, hogy a pilótát elvesztettük, még Mercedes maradt. Thank you.
Igen. Látszik, hogy rég autóztunk a C600-zal, mert elfelejtettük, hogy mennyire zabálja a gumit, és nem készültünk túl a dologra, ugyanis összesen két garnitúra új gumival jöttünk, és ez 4 körre volt elég. Hát, 4 plusz 2, de az utolsó kör az már csak olyan volt, hogy gyakorlatilag alapjáraton is keresztül megy a kocsi. És akkor annak a végén ilyen állapotban jövünk le. Hát már gyakorlatilag teljesen vásznom van az egész. Úgyhogy ez már egy ilyen értelmezhetetlen kör. És ez még nem is lett volna nagy baj, úgymond a mai napra, hogy ezzel csak ennyit megyünk, mert hogy ezért hoztuk a játszóst, mert abban korlátlan mennyiségű kilométer fér egy ilyen pályán, viszont annak behalt az AC-ja. És ez kiderült ugye az után, vagyis hogy az autószállítón, mikor megérkeztünk, rendeltünk egyet ide, egy zsírújat, egy Hellát egyébként, ami gyárilag szar volt. Úgyhogy kicseréltek a srácok, és be se indult vele, úgyhogy ezt beszoptuk ma. A Tomi-val viszont még menjünk egy párat, abban most én is beülök, aztán kipróbálom, hogy milyen a mi OM606-os Audinkhoz képest. A C600 az zseni, imádom, hogy alapjában véve egy ennyire stabil kocsi, és amikor eszünkbe jut, akkor beröccintjük és jövünk. Nyilván megvannak a maga hátrányai, de ezt leszámítva egy imádnivaló kis gép. Úgyhogy ha legközelebb valahova kimegyünk, hát azért jól áll neki egy ennél gyorsabb pálya, mert itt kettesben ilyen pöckölgetős az egész. De jó volt egy kicsit menni vele, majd valamikor talán még kimegyünk vele egy nagyobb pályára. Még egyébként pont a legutóbbi videóban kérdeztétek sokan, hogy mi van a drift projekttel, a 204-es drift autóval. Hát az most egyébként parkolópályán van, de egy kicsit elgondolkodtunk most azon, hogy folytassuk-e. Úgyhogy még nem kizárt, hogy annak is nekiállunk idén, de ez még csak ilyen gondolati stádiumban van. Egyébként pedig olvastuk az összes kérdést, és majd egy következő videóban kitérünk egy párra, mert tök jó kérdéseket írtatok egyébként a videó alá. Azért jó egy versenyautó, mert sosem kell kölcsön adni, mert általában nem jó másnak a méret. Csípőből jön el. Azért egy próbát adunk nekik. Kormány meg... magasabban van, mint a szemem. Mint egy kisgyerek, olyan vagyok ebben. Ja igen, figyelj, ott van. Aha, tartalik egy házban. Igen, mert akkor itt is rendesen. De utána, amikor már föld, akkor tök szépen adott volna a tolgáz. Nagyon jó. A fordulatot tök szépen lehet tartani. Csak annyi, hogy ez a rákuklugalkatásnál nem ejtheted be a fordulatot, kész. Így van. Kipróbáltam végre Tomi autóját, és egyébként mond nagyon jó volt. Az üléspozíció az nagyon messze áll tőlem, tehát kormányt azt így fogtam magam fölött, illetve messze is vagyok, tehát a pedálokért is így nyújtózkodtam. Van is pár külső felvétel, meg a belső is lehet, hogy látszik, hogy ilyen teljesen elmebeteg pozícióban ülök, de azért igyekeztem menni egy pár kört. Ami ugye nagy különbség, mondjuk az enyémmel kapcsolatban, enyémhez képest, vagy igazából bármivel, amivel én eddig mentem, hogy ezt
folyamatosan életben kell tartani ezt a dízelt, tehát megérkezel egy kanyarba, kézifék, és én mondjuk a C600-zal, vagy akár a játszósokkal, vagy szinte bármivel, kézifék után csak egyszerűen lelépek a kuplungról, és azzal párhuzamosan lépek át a gázra. A Tomé-ban viszont, a dízellel, kézifék, és gyakorlatilag mielőtt rá akarok terhelni a motorra, már fel kell éleszteni, szóval kell neki egy pár gázfröccs, és amikor már azon a megfelelő fordulatomon bepörgött a turbo, stb., csak akkor lépesz le a kuplungról, különben azonnal bebutul, és kész, akkor onnantól vége a kanyarnak, ki is egyenesedsz. Úgyhogy ez egy nagy különbség, egyébként nagyon érezni, milyen könnyű a kocsi, meg egyébként tök kezes, úgyhogy jó cucc. Az Audival nem nagyon hiszem, hogy fogunk tudni ilyeneket driftelni, úgyhogy ezt a tapasztalatot abban nem nagyon fogom átvinni, de azért jó volt kipróbálni. Köszönjük még egyszer a Black Star Speedway-nek, hogy autózhattunk itt ma is. Nagyon jól éreztük magunkat, nem tudtunk túl sokat menni, mert a 202 ugye lerohadt, a C600-ra pedig nem hoztunk elég gumit, de reméljük, hogy majd még tudunk jönni, aztán autózunk sokat. Köszi, hogy itt voltatok, következő videóig pedig sziasztok!